Új homokozók, új csúszdák, műfüves minifocipálya, játszóvár és térköves burkolat. Többek között ilyen újítások várnak a Tolnai utcai, a Brunswick Teréz és a Felsővárosi óvodára. A képes program mára már 28 fehérvári cég és a város önkormányzatának együttműködésével valósít meg fejlesztéseket. A résztvevő cégek idén közel 13 millió forinttal támogatják az óvodákat, amely nagy öröm az intézményvezetőknek. A legnagyobb szükségünk az arra van, hogy a talajon a gyerekek ugye a futástól, a mozgástól gyakorlatilag a fű állapotát mindig egy kicsikét tönkretették. Sokan vagyunk, 150 gyerek azért, hogyha azon szaladgál, akkor az hamar tönkre megy. Úgyhogy igazából az a nagy segítség, hogy azt a sok port, amit nyelnek a gyerekek ilyenkor játék közben, ezt most valamilyen burkolattal lefedjük, és így ez sokkal kellemesebb és játszhatóbb udvar lesz, mint amilyen most. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy egy kicsit így az egészségfejlesztés, az egészségneveléshez is hozzáteszünk, nagy mozgásterük lesz, és nem fognak egy csomó port nyelni. Mikor volt utoljára korszerűsítés az annak intézményében? Hát nálunk 2015-ben volt szintén a képes program keretében egy nagyon nagy beruházás, akkor újultak meg a mosdóink, gyönyörű szépen, úgyhogy nagyon jó a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, hiszen ez nem is olyan régen volt, úgyhogy ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy újra bekerültünk ebbe a pályázatba. Mennyi gyermeket lát el az óvoda egyébként? A Tolnai utcai óvodában 150 kisgyereket tudunk fogadni. Az udvari mozgásfejlesztő játékok eléggé elrongálódtak, és nyilván, hogy minden évben próbáltuk azért javítgatni és fejleszteni, de egy-egy játszóeszköz nagyon sok pénzbe kerül, és ezt azért a saját költségvetésből vagy bármilyen támogatásból is csak egyet-egyet tudunk javítani, és most a képes program keretében, ha egy nagyobb összeget fogunk kapni, és ezáltal akkor nagyobb lehetőség nyílik majd arra, hogy a játszóeszközök nagy része megújuljon. Nagy öröm számunkra először is, hogy a képes programba bekerült az óvodánk, mivel nagyon sok játékunk tönkrement már az udvaron, és így most lehetőség lesz arra, hogy játszóvár épüljön a gyerekek számára, illetve olyan nem betonos rész, hanem gumitéglás rész, öntött gumiból, ahol a gyerekek majd játszhatnak, futkározhatnak, és a napi mindennapos mozgásos tevékenységeket végezhetik. Itt ugye a program keretében három óvodáról van szó, tehát három kedvezményezetről. Milyen érzés a városban azért három kedvezményezet közébe kerülni intézményvezetőként? Hát nagyon jó és nagy öröm, és ahogy már említettem is, egy sportnapot rendeztünk az előző héten, és ott jelentette be képviselő úr, hogy bekerültünk a képes programba, úgyhogy a szülők is nagyon támogatták, nagyon örültek ennek lelkesen, és a gyerekeknek pedig hát mindenképpen hatalmas öröm ez, ováció fogadta. Azért itt a sajtótájékoztató keretében elhangzott, hogy még azért lenne szükség majd fejlesztésre, pontosan mi is lenne? Épp most beszélgettük, hogy kerítésfestés, tehát a környéknek, az óda udvarának a csinosítása, kiskert létrehozása, valamint a hátsó betonos részünknek a felújítása, illetve felfestése játékoknak a megújítása, ez lenne még. Az anyagi támogatás mellett a program kiemelt eleme a szemléletformálás. Ennek kapcsán a város polgármestere a cégek elkötelezettségét példaértékűnek nevezte. Gondolom, hogy a legfontosabb a cégek elkötelezettsége, a saját munkavállalóik, azonnak a családja és a város iránt egyaránt, hiszen ezt a programot annak idején nem a város találta ki, nem az önkormányzat hirdette meg gyűjtve a csatlakozókat, hanem cégek kerestek meg bennünket, hogy ők szeretnének a helyi adó fizetésen túl hozzájárulni ahhoz, hogy ez a város fejlődjön, ez a közösség fejlődjön, és évről évre bővül, ugye most újabb két taggal bővült a cégeknek a sora, jóval több mint 30 millió forint értékben kerül majd elvégzésére három óvoda esetében azoknak az udvari játszóeszközöknek a megvétele, telepítése, biztonsági berendezések telepítése, ami a gyermekeinket azok a óvodánkon keresztül az ő egészségüket, kis szellemi, lelki, testi fejlődésüket fogja szolgálni. Tehát azt gondolom, hogy a titok alapvetően az, hogy elkötelezettség van, és hogy összefogási képesség van, méghozzá úgy, hogy a cégek évről évre javaslatot tehetnek, hogy mi legyen a program, ezt a városgondolkodáson keresztül valósítjuk meg, a város is tehet javaslatokat, hogy mi mit látunk, és ebben a maga az eleje, a közepe és a vége is egy-egy év folyamatának közösen zajlik, együttműködésben, összefogással, külföldi és magyar cégek között, kisebbek és nagyobbak között, úgyhogy én gondolom, hogy példaértékű, és mondom, én nem tudok az országban ilyen jellegű és ilyen nagyságrendű összefogásról és együttműködésről.
három óvodának az udvarán történnek felújítások, új játszóeszközök, kicsiknek, nagyoknak való játszóvár telepítése, nagyon sok utéscsillapító gumiburkolat, öntött gumiburkolatnak a kialakítása fog megtörténni. Lesz az egyik óvodában egy mini focipálya, kis labdafogóhálóval, szerintem ez is nagyon kedvelt lesz a gyerekeknek. Úgyhogy ezek az udvari játszóeszközök, udvari burkolatoknak a kialakítása fog megtörténni. Mikor mérték fel az intézményeknek a terepét? Kora tavasszal, tehát még mielőtt a programnak a tervezése elkezdődött, akkor mérték fel a kollégák az összes óvodának az udvarát, meg egy rangsort állapítottak meg, hogy hol milyen problémák vannak a játszóeszközökkel. Azért ezek nagyon komoly szabványossági megfelelőséget kell mutatnia ezeknek az óvoda udvari játszékoknak, ugyanolyan, mint a közterületi játszóeszközök, nagyon komoly EU szabvány vonatkozik rájuk. A terveink a nyári leállásra szeretnénk, terveink szerint a kivitelezést időzíteni, tehát amikor a gyerekek elmennek nyári szünetre, abba az 5-6 hétbe szeretnénk mind a három óvodának az udvarát felújítani. A felújításokat a nyári szünetben végzik majd a szakemberek, és várhatóan ősztől mindhárom óvoda udvara megújult formában várja majd a kicsiket.